óriási felháborodást keltett az akkumulátor újrahasznosító gyár építésének terve Alsó-Zsolcán a csütörtökre szervezett lakossági fórumon. A szlovén Andrada csoport beruházásának híre néhány napja röppent fel. A vállalat 10 milliárd forintos beruházásához a kormány csaknem 5 milliárd forint támogatást biztosít. A tervek szerint évente 10 ezer tonna elektromos akkumulátort fognak újrahasznosítani. Ebből azonban a helyiek és környékbeliek nem kérnek. A lakossági fórumon a szervezők a kép- és hangfelvételek készítését nem engedélyezték, de a résztvevőktől utólag megtudtuk, összességében feszült hangulat, elszabadult indulatok és megválaszolatlan kérdések jellemezték az eseményt, amire csaknem 200-an érkeztek. A lakosság véleménye pedig egybehangzó. Nem akarják, hogy a gyár itt épüljön fel. Hosszú kocsisorok és rengeteg környékbeli érkezett az Alsó-Zsolcai Ipari Park egyik csarnokához. A szlovén Andrada csoport munkatársai ide várták a helyi lakosokat, hogy beszámoljanak nekik az akkumulátor újrahasznosító gyárról, aminek az építése nemrég zöld utat kapott. Itt vagyunk a logisztikai csarnok bejárata előtt, ahol jelenleg a lakosság tájékoztatása zajlik. Stábunkat is beengedték ugyan a fórumra, de elmondták, hogy kép- és hangfelvételt nem készíthetünk. Így a bejáratnál kérdeztük meg az érdeklődőket, hogy mit szólnak a tervezett beruházáshoz. 5001 néhány száz ember egészségét féltjük. Különösen azok, akik foglalkozunk is a témával, én mint egészséges táplálkozási tanácsadó és életmód tanácsadó, életviteli tanácsadó, igen, aggódom. Ahogy a legtöbben. Legalábbis az általunk megkérdezettek kivétel nélkül nyugtalanítónak tartják a csarnok létesítését, és azt is nehezményezik, hogy a lakosság eddig semmilyen tájékoztatást nem kapott. Volt, aki arcát nem vállalva nyilatkozott. Az információ miatt kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogyan is gondolják ezt, és tehát milyen alapon, tehát hogy nem kapott a lakosság tájékoztatást itt a Alsó-Zsolcán, ez tényleg egy 5200-6000 fős falu, kisváros, tehát nem. Megkaptam az üzenetet, hogy jöhetek, úgyhogy legyen szíves, engedjen be. Mint kiderült, az eseményt eredetileg 150 főre tervezték, ettől azonban többen regisztráltak. Kisebb fennakadás után végül mindenki, aki szeretett volna, részt vehetett a fórumon, de utólag megtudtuk, bent sem voltak nyugodtabbak az érdeklődők. Sőt, a lakossági fórumot információink szerint feszült hangulat, bekiabálások és rengeteg megválaszolatlan kérdés jellemezte. A legtöbben arra voltak kíváncsiak, hogyan tudja a cég biztosítani, hogy semmilyen veszélyes anyag ne szivárogjon ki a rendszerből, és hogy ne legyen robbanás, mint más hasonló gyárakban. Az Andrada csoport Alsó-Zsolcára érkezésének híre egyébként csak néhány napja röppent fel. Facebook oldalán Szijjártó Péter számolt be róla. Jó hír, hogy ez a szlovén vállalat, az Andrada csoport úgy döntött, hogy az elektromos akkumulátorok újra hasznosításához szükséges, a környezetvédelmét biztosító technológiára alapuló első beruházását Magyarországon hajtja végre. Egy 10 milliárd forintos beruházás keretében éves szinten 10 ezer tonna elektromos akkumulátor újrahasznosításához szükséges beruházást hajtanak végre Alsó-Zsolcán. A lakossági fórum alapján azonban egyértelműen úgy tűnik, hogy ez a helyieknek mégsem annyira jó hír, mint ahogy azt a külgazdasági és külügyminiszter gondolja. És bár az Andrada csoport képviselői elmondták, a vállalat a magyar környezetvédelmi szabályoknál négyszer szigorúbb szabályokat tart önmagára nézve kötelezőnek, sokan hiányolják a beruházáshoz szükséges, megfelelő környezetvédelmi tanulmányt. Ezen az alapon, amit jelenleg a tanulmány tartalmaz, ez annyira gyenge, hogy mindenképpen ezt a tanulmányban szereplő és ezen a színvonalon működő beruházást mindenképpen meg kell akadályozni. Rengeteg garancia hiányzik. Bemegyünk egy háztartási boltba, egy hűtőgépre, vagy egy mikrohullámúra, és több év garanciát kapunk. Ezt akarjuk, hogy a bárhol létesül hasonló üzem, legyenek garanciák. Ezek jelenleg a Zöld Kapcsolat Egyesület elnöke szerint hiányoznak, ennek ellenére kapott zöld utat a beruházás, amelyhez a kormány 4,7 milliárd forintos támogatást is biztosított.